Hát ezen a szinten azt gondolom, hogy egy olyan mérkőzést játszottunk, ami az osztály színvonalát meghaladja. Nagyon jó felkészített csapat ellen. Nagyon sajnálom, hogy a pályánk az ramaty állapotban van és nem segíti a folyamatos játékot. Ugyanakkor azt tudom elmondani, hogy sokkal közelebb álltunk a győzelemhez. Gyakorlatilag két meslabdát is kihagytunk így a 70. perc után. Maximálisan mindent betartottak és megcsináltunk, amit elterveztünk a srácok. Gratulálok az ellenfélnek is, jól összeszedett csapat. Látni rajtuk, hogy szervezettek, jó játékosaik vannak, NB3-at megjárt tapasztalt játékosokkal. Nálunk a fiatalok játszottak viszont szenzációsan, illetve azt tudom elmondani, hogy sok ilyen mérkőzés kéne Megye-2-be, hogy lépjünk előre. Amire számítottunk, azt kaptuk. Ugye meg kellett küzdenünk a pálya tulajdonságaival, ami nekünk nagyon nehezen tudtuk most megoldani. Végig mezőnybe folyt a támadás, első fél évben nekünk voltak nagyobb zicserei, másik fél évben nekik. Próbáltunk a széleket lezárni, és próbáltuk átvinni a labdát gyorsan, de hát nem tudtuk a pálya miatt, hogy át kellett venni a labdát. Mivel átvettük a labdát, akkor már vagy odaértek, vagy nem tudtuk úgy pontosan oda passzolni. Úgyhogy nagyon nehéz volt a talajjal megküzdeni, úgymondva. Szerintem igazságos döntetlen született, így ez a mérkőzés is, amire vártunk, meg amire számítottunk, az megvalósítottuk, úgy gondolom. Hát voltak sérüléseink, amit tudtunk nagy nehezen pótolni, meg sérült játékosoknak is köszönöm, hogy sérülten elvállalták a játékot. Hát megyünk tovább, sok sikert a hazaiaknak, a rájátszalban még találkozunk.